Az interneten egyre több ilyen online képszerkesztőt találhatunk, egyre több készül. Úgy gondolom, hogy a Photopea az külön említést érdemelne, ugyanis hát igazából rögtön ránézésre is látszik, hogy ez valóban elég nagy mértékben hasonlít a Photoshopra. Itt van rögtön egyébként egy kép, ami egy PSD, és ha megnézzük, itt a Photoshopból ismert rétegek meg is jelennek. Sőt, tulajdonképpen itt a Photoshopból ismert effektek, konkrétan a Layer Style, az itt elérhető, és eléggé hasonló módon is használható. Például itt van a színátmenet szerkesztő, meg hát valójában itt van a többi Layer Style is, réteg stílus. Persze természetesen azért jelen pillanatban nem minden érhető el közel sem, mint Photoshopban, de azért azt mindenképpen meg kell mondani, hogy meglehetősen hasonlít a Photoshopra a használata, illetve a megjelenése is. Valamint a legfontosabb eszközök azért itt elérhetők benne, vagy például itt az Image menüpontban vászonméret, képméret, a különféle eszközök szintén elérhetőek, kiválasztás, filter, tehát a különféle szűrők, elég sokféle elérhető azért már most is. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen a PSD fájlokat is meg tudja nyitni, amint az itt egyébként látszik is. Tehát a használata tényleg eléggé hasonlít a Photoshopra. Szóval, ha azt tudod használni, akkor ezt is tudod használni. De ha nem tudod a Photoshopot, akkor egyébként a videó tanfolyamon. Itt a grafikaképszerkesztésben találhatsz Photoshop oktató videókat, és hogyha azt meg tudod használni, akkor tulajdonképpen ezt is tudod már használni. És ezért ez a Photopea ez jó ilyen olyan esetben, amikor valami oknál fogva a Photoshop nem elérhető. De azért szeretnél egy az eléggé hasonlító környezetben képeket szerkeszteni. Megnyitni képet, vagy újat azt a File menüpontban kell természetesen az Open-nel, vagy pedig közvetlenül egy weboldalon található linkből is meg lehet nyitni egy képet. Open, és akkor betalózik az adott képet. Itt van egy PSD, megmutatom, hogy annak is működnie kellene úgy egyébként. Igen, itt néhány üzenet megjelenik, ez nem probléma, néha hiba üzenet jelenik meg, hogyha például egy betűtípus nem elérhető, ami az adott PSD-ben van. De egyébként azért látható, hogy így viszonylag jól felismeri itt a különféle dolgokat, rétegeket, és hát tulajdonképpen ezek szerkeszthetők maradnak. Azért ez mindenképpen egy nagyon fontos és nagy előnye a Photopea-nek. Elmenteni file, itt van, hogy Save as PSD, vagy pedig Save for Web. Hát a Save for Web esetén ugye ki tudjuk választani a képtípusokat, szokásos képtípusok, de ezt egy PSD-ben is el lehet igazából menteni. És rögtön le is töltődik. De nem csak PSD-vel működik, hanem hagyományos képekkel is természetesen. Itt van egy kép, megnyitás, és amúgy látható, hogy ez is ilyen lapokra, fülek alatt vannak a képek. Ezeket egyesével be is lehet zárni. Ilyenkor figyelmeztet arra, hogy ha nem mentett módosítás, az el fog természetesen veszni. Na, itt van a képünk. PSD-ként nyitja meg, de ez nem PSD volt egyébként. Látható, hogy csak egy réteg van benne amúgy. De természetesen lehet létrehozni réteget, vagy egy rétegcsoportot is. Kijelölés, és akkor mit tudom én most ezt kijöntöm valamilyen színnel, ennek megadhatunk réteg stílusokat. Ezt a legegyszerűbben úgy tehetjük meg, hogyha duplán kattintunk ide a réteg mellé egy üres területre, például a színátmenet, de itt van például az árnyék hozzáadása. Ezeknek persze a tulajdonságait lehet ugyanúgy állítgatni, mint a Photoshopban igazából, és akkor oké. Okay. Ctrl-D-vel megszűnik a kijelölés, akárcsak a Photoshopban. Ezt persze lehet utána mozgatni egész nyugodtan, mivel ez egy külön rétegen van. De lehet hozzáadni szöveget is természetesen. Hát tulajdonképpen alapjaiban ez ugye a Photoshop klónjának mondható. Persze annyit még jelen pillanatban nem tud, mint a Photoshop, de egyébként nagy mértékben arra hasonlít, illetve úgy is működik, mint a Photoshop.